Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, az én nevem Attila és a Gál Urfi nevű YouTube csatornát nézitek. Ma egy újabb reakció videóról lesz szó, a torockai botrány a Trianon Park körül és Bájer Zsoltnak a reakciójára. De lássuk is, miről van szó. Nem akárhova mennek ezek a vendégmunkások. Őket egy amerikai multinacionális cégnél foglalkoztatják. Nem máshol, mint a Nagy Magyarország parkban vannak elszállásolva. Bájer Zsolt nevéhez kötődik. Hello! Hello! Do you live here? Yes. Where are you from? India. My visa was permitted 2 years only. Uh-huh. 2 years finish after visa making, after new making, I'm return here. Yes, coming here. This is too much good Hungary. Elhiszem, hogy nagyon tetszik Hungary. Sziasztok! Éppen itt akcióban vagyunk, küldözzük ezt a nagy buszt, ami tele van tömve indiai vendégmunkásokkal. Itt vagyunk a Bakony egy... Azért nem üldözésről van szó, hanem csak követik őket, nem tűnik úgy, mintha menekülnének a busszal, de jól hangzik, ami azt illeti az üldözés is. Egyik sűrű erdőjében este, és nem akárhova mennek ezek a vendégmunkások. Most már hetek óta nyomozunk azután, hogy őket egy amerikai multinacionális cégnél foglalkoztatják, és nem máshol, mint a Nagy Magyarország parkban vannak elszállásolva. Abban a parkban, amit a Trianon Múzeum Alapítvány vásárolt meg a magyar adófizetők pénzéből 350 millió forintból, és azért építették ezt a Nagy Magyarország parkot, hogy a Kárpát-medencei magyarok jöjjenek ide ismerkedni a magyar történelemmel és megerősíteni a magyar nemzeti öntudatot. Ehhez képest lassan egy éve... Azért nem épp a magyar öntudatot erősíteni érkeztek az indiaiak, vagy igen? ...ve indiai vendégmunkásokkal van teletömve. Úgyhogy most megnézzük és be is bizonyítjuk, hogy itt vannak, miközben rengeteg több százmilliós állami támogatást kap ez a park. Ők valójában indiai vendégmunkásokból csinálnak pénzt. Azért nem éppen nemzeti érdek egy multinak dolgozó vendégmunkás támogatása. És aztán innen is és onnan is kivándorol a pénz nagy része. Ezt csak úgy mondom. De mi sem sírhatunk, Romániában is több mint 100 000 ilyen vendégmunkás van, ezt személyesen tanúsíthatom. Kolozsváron is rengeteg van belőlük, és más nagyvárosokban, mint Bukarest vagy Jászvásár. Legalábbis ezekben láttam. Na itt vagyunk, szerintem most fognak kiszállni majd az indiai vendégmunkások. Már szállnak is ki, akkor gyerünk utánuk. Hello! Hello! Do you live here? Yes. Do you live here and do you work here somewhere? Yeah. Where are you from? India. No, hát ez itt a Fidesz titkait leleplező sorozatunk újabb része. Azt hiszem, hogy ez a legdurvább az összes eddigi közül. Itt a Nagy Magyarország park bejáratánál vagyunk, és éppen az előbb itt mutattam meg, hogy indiai vendégmunkásokkal van most már lassan egy éve teletömve a Nagy Magyarország park, amelyet több milliárd forinttal támogattak a magyar adófizetők pénzéből. Nem akárkihez kötődik ez a Trianon Múzeum Alapítvány, ugyanis Bájer Zsolt nevéhez kötődik, ő jelenleg is a kuratórium tagja, és volt képviselője, volt a kuratórium elnöke is korábban, így aztán nem csoda, hogyha a fideszes kormány sok 100 millió forinttal támogatja folyamatosan ezt a Trianon Múzeum Alapítványt, aki a tulajdonosa a Nagy Magyarország parknak, aminek az lenne a feladata, itt látható mögöttem a történelmi magyar zászló, az lenne a feladata, hogy Trianonnal, a magyar történelemmel megismertesse a magyar fiatalokat, a magyarokat a Kárpát-medencéből, és számukra itt akár szállás lehetőséget biztosítsa. Most bemegyünk, megmutatom magát a helyet, és ahogy már mondtam, és közben itt mutatjuk is, itt a várpalotai Tesco is tele van tömve az indiai vendégmunkásokkal, akik itt egy amerikai multinacionális cégnél dolgoznak, de hát itt ér össze a globális nagy tőke és a Fidesz érdeke. Így jöttek a románok is Erdélybe vendégmunkásként, aztán többen lettek, mint mi, és a többit értitek. Megjegyzem, nem cseng túl jól a fülemnek a sok milliárd forintos támogatás, hogy ebből a ki is tudhatja, honnan ide érkező emberek a nemzet számára épített helyen lakjanak, mint egy munkásszálon. Szomorú látni, hogy mást mondanak és mást csinálnak a magyarok érdeke cím alatt a vezetők. És miközben ők azt mondják, hogy magyar nemzeti öntudatot akarnak ápolni,
aközben valójában még abból is hasznot húznak, hogy Indiából tömegesen hozzák ide a vendégmunkásokat. Menjünk közbe be, megmutatom a Nagy Magyarország Parkot, hát ha találkozunk itteni alkalmazottakkal, akik a Trianon Múzeum Alapítvány alkalmazottai. Most átjöttünk itt a történelmi vármegyék címerei láthatóak itt, ugye nem csak a történelmi vármegyék láthatóak, hanem ha jól tudom, akkor Gömbös Gyula vadászkastélya volt az a kastély, ahol Kárpátia étterem néven működtetnek itt éttermet. Hát most leginkább ugye indiai vendégmunkások esznek, vagy étkeznek, vagy tartózkodnak itt, és ebből is pénzt csinál Bajer Zsolthoz köthető alapítvány. És még mielőtt valaki azzal védekezne, hogy hát tulajdonképpen itt csak vendégmunkásokról van szó, akik dolgoznak, aztán hazamennek, szeretném fölhívni arra a figyelmüket, hogy egyrészt ez leginkább inkább nem is vendégmunkás, hanem migráns munkás téma, ugyanis a németek, Németország például jól mutatja, hogy annak idején már a 60-as években azt mondták a németek, hogy vendégmunkásokat kell behozni az országba, aztán ma látjuk, hogy mi lett Németországból. Nagyon-nagyon naív, aki azt hiszi, hogy az indiaiak, akik ugye vannak 1,4 milliárdan, ők, hogyha jöhetnek, akkor nem fognak jönni. Ez olyan, mint egy spirál, tehát folyamatosan generálni fogja a migrációt, generálni fogja a bevándorlás, meg fogják találni a lehetőségeket, főleg, hogyha picit közben megtanulnak magyarul, esetleg megházasodnak itt magyarokkal, összeházasodnak, akkor biztos, hogy itt fognak majd maradni. És pontosan ez a probléma, hogy itt fognak maradni, és mint tudjuk, Európa nagy részében ennek isszák most is a levét. Felmerül a kérdés, hogy segíti ez a folyamat Magyarországot. Legalább, ha arról lenne szó, hogy a magyar cégeknek dolgoznak, és a haszon jó része magyaroknál marad, de itt az ellenkezője történik. Aztán majd hozzák a rokonságot is, illetve van még egy óriási probléma a vendégmunkásokkal, ezzel a migráns munkával, az, hogy letöri, lenyomja a magyar béreket, így aztán minden magyar munkavállalónak rosszabb ebben az országban, úgyhogy ezt csinálja a Fidesz, miközben ott van, tessék, történelmi Magyarország térképe, Kárpátia Borház, tehát ez itt a nemzeti oldal, a nemzeti, igazán a nemzeti gondolatok helye erre költ. A nemzeti gondolatok hullámát lovagolják meg egyesek, és ezen címszó alatt ők a magyar munkásoknak a bérbiztonságát fenyegetik. Elsősorban szükség lesz a magyar munkásokat megvédeni törvényekkel, és előnybe helyezni a vendégmunkásokkal szemben, főleg, hogy ezek nem is Európából jönnek ide. Ne értsetek félre, nem a vendégmunkások itten a fő probléma, mert én is Franciaországban dolgozok, és ott fizetek adókat, és egészségügyi biztosításom is ottan van, de a pénzem legnagyobb részét itthon költöm el. A probléma az, hogy ha magyar munkaerő van, akkor azt kell előnybe helyezni, és a magyarok bérét kell európai szintre emelni. Töttek itt több száz millió forintot magyar adófizetői pénzből, a közben valójában a vendégmunkást, a migrációt támogatják, és ilyen gyönyörű szép jelképek vannak, fölépítették itt, itt van a történelmi Magyarország, az egész Magyarország térképe, itt vannak azok a kárpát-medencei műemlékek, amelyek már megsemmisültek, vagy mondjuk, hogyha jól látom, az lehet, hogy pont az Ópusztaszéri emlékmű, ami még mondjuk itt van, és ehhez képest itt most már lassan egy éve indiai vendégmunkások laknak. Na ez az igazi nagy botrány. Így van, egyet tudok érteni a felháborodásával Torockai úrnak. A videó elérhetősége a leírásban megtalálható azok számára, akik kíváncsiak a teljes videóra. Mert én innen áttérnék a Torockai Lászlót támadó vagy védekező Bajer Zsoltra. Magamról beszéljek. Nem szoktam, de most muszáj reagálnom valamire, bár se testem, se lelkem nem kívánja. Csak hogy Torockai Laca. Azért a tiszteletet meg kellene adni és nem lacázgatni. Azzal a remek hírrel állt elő a hét közepén, miszerint a Bajer Zsolthoz köthető Trianon Múzeum Alapítvány szállás helyein indiai vendégmunkások szállnak meg, és hogy hát ez az égbe kiáltó skandallum. Amúgy szerintem is zavaró gondolat a Trianon emlékparkot és az idegen vendégmunkásokat egy tálba keverni. És hogyha a magyar nép most nem indul el és nem robbant ki forradalmat, akkor soha. Ez a Torockai féle interpretáció. Nos, akkor engedjenek meg néhány tényt az üggyel kapcsolatban. Nézzük először ezt a
Bayer Zsolthoz köthető alapítványt. Kétségtelen tény, én a Trianon Múzeum alapítványnak kuratóriumi tagja vagyok. Mint kuratóriumi tag, nemhogy nem dolgom, hanem, hogy is fogalmazok, kifejezetten ellenjavalt, hogy én az alapítvány cégének üzleti ügyeivel foglalkozzam. Úgyhogy egy, Toroszkai Lászlótól tudtam meg, hogy ki lakik az alapítvány szálláshelyein. Föl is hívtam rögtön Szabó Pál Csaba barátomat, aki az alapítvány vezetője, igazgatója, és érdeklődtem, hogy miről van szó. És akkor addig sem voltam ideges, de utána végképp megnyugodtam. Ugyanis arról van szó, tisztelt hölgyek és urak, bármelyikük fölmegy a honlapunkra, ott talál egy kis linket, rámegy, szálláshelyek, bárki lefoglalhatja. És a mi szálláshelyünket lefoglalta egy multicég. Azért a bárki szerintem az elcsatolt területeken élőket kellene jelentse. Vagy a Magyarországon élőket, mert nem vendégmunkás szállóról beszélünk. Vagy tévedek? Nek a közelben van gyára, ahol az ott foglalkoztatott munkásokat itt szállásolta el nálunk. Bárki lefoglalhatja, ők lefoglalták. Miért fontos ez nekünk? Ugyanis ebből a bevételből tudjuk fenntartani. Ahogy gondoltam, munkás szállóvá vált a Magyar Nemzet építőterv részeként magyaroknak tervezett szállást nyújtó létesítmény. Mindazt, amit mi ott, Trianon Múzeum és környékén létrehoztunk. És az nem akármi. Drága barátaim, az egész Trianon Múzeum ügyet az 2002-ben, azután, hogy elvesztettük a választást, akkor kezdtük el felépíteni és megcsinálni az én kedves barátommal, Szabó Pál Csabával. Több mint 20 év munkánk van abba, ami ott létrejött. Mindenkit kérek, menjen el, és nézze meg, hogy hogy néz ki most a Trianon Múzeum. Mi lett 20 év alatt abból az egykor volt szovjet laktanyából? Nézzék meg az alapítvány által felújított, régi pompájában tündöklő, gyönyörű kastélyt, és nézzék meg azt a 21. századi igénnyel megcsinált Trianon Múzeumot, ahova reményeim szerint minden család legalább egyszer a gyerekeit is elviszi, ha tudni akarják, hogy mi is történt Trianonban. 20 év melónk van benne. Kicsit kimagyarázósnak tűnik a mondoka? Vagy csak nekem tűnik úgy? Valamiért, amikor a múzeumról van szó, akkor Toroszkainak nem jutott eszébe, hogy a Bayer Zsolt nevéhez kötődő alapítvány. Persze miért jutott volna eszébe, mikor életében nem tette be a lábát a mi múzeumunkba. Amúgy pedig egy pillanatra álljunk meg a vendégmunkás kérdésnél. Toroszkai ebben a videójában indiai vendégmunkásokat kap mikrofon végre. Ezek az emberek három műszakban melóznak, mert hogy egyébként nincs helyettük más, aki melózzon. És egyébként nem indiaiak kevesebben vannak, legfőképp tisztességes, nagyszerű, borsodi cigány emberek vannak elszállásolva. Egy pillanatra képzeljék el az egész... Azért kicsit komikus az egész terelés a becsületes emberekről ide vagy oda. Ez fordítottját. Képzeljék el azt a hírt, hogy a Bayer Zsolthoz köthető alapítvány nem adta oda a szállást a borsodi cigányoknak, meg az indiaiaknak. Mert rohadt rasszista nácik. Ugye akkor ez így lett volna interpretálva. Azért ez már túlzás. És még egyszer hagyd kérdezzem, mi a baj is a vendégmunkásokkal? Mi a baj a vendégmunkásokkal? Szerintem az, hogy ha vendégmunkás, akkor inkább a környező országokból legyen. Sőt, az elcsatolt országrészek magyar lakosait kellene előnyben részesíteni a helyi magyarokat követően, mert elvégre akkor van szükség külföldi munkaerőre,
ha nincs más lehetőség, de, és itt jön a nagy de, határkerítéssel védjük Európát, és mégis távoli országokból jönnek ide dolgozni? Vagyis ők előbb-utóbb legális bevándorlók lesznek? Hallgassuk azért tovább. Önöknek valaha, csak hagyj kérdezzem meg, bármi konfliktusok volt az évtizedek óta itt élő kínai közösséggel? Volt valaha probléma? Például a kínaiakkal? Hallottak önök olyasmit, hogy indiai vendégmunkás rabolt, gyilkolt, erőszakolt és bombát rakott a buszon a seggünk alá? Hallottak ilyen? Én sem. 2 éves vízummal itt vannak, dolgoznak, hazamennek. Nem hallottunk, mert nem őshonos népek, de ha így folytatjuk, akkor előbb-utóbb azzá válnak. Nálunk vannak elszállásolva, januárban, amikor amúgy nem nagyon szokott topzódni az idegen forgalom. Hála Istennek! És még egyszer mondom, a multi annyi pénzt fizetett, amiből mi fent tudjuk tartani a múzeumot, a hozzá kapcsolódó teljes intézményrendszert, a dolgozókat, és a többi, és a többi. Na akkor meg is érkeztünk. Egyes multik rosszak, egyes multik jók. Mikor melyik felel meg a célnak? Szerintem a magyar kötődésű, sőt a magyar cégeket kellene felemelnünk és nem eladni, mikor megérett és nagyra duzzadt egy-egy multinak. A magyar érdek az az, hogy ne összerakó országá váljunk, hanem fejlesztővé, sőt önellátóvá minden téren. Ez a nemzeti érdek. A magyar gazdákat kell segíteni és a magyar cégeket, hogy azok is maradjanak magyarok. Mert ha nem, akkor annyi lesz Magyarországnak. Torockai László életében nem hozott létre még semmit. Semmit. Amúgy nekem nincs problémám a nemzeti radikalizmussal. A nemzeti radikalizmusnak van helye a nap alatt. Benedek Elek. Ő azért nem akárki. Benedek Elek írta a fiának, Marcelnek a következő mondatot. Inkább légy vad magyar, mint szelíd hazafi. Ez a mondat gyönyörű, és azt se felejtsük el, hogy a mondat igazsága amúgy nem teszi zárójelbe azt, hogy ha szelíd hazafi vagy, akkor is rendben lévő a tevékenységed. Szóval a nemzeti radikalizmusnak helye van. De kérdezem én, Torockai László vajon nemzeti radikális, vagy valami egyéb? Semmit nem hozott létre életében. Semmi maradandó nem fűződik a nevéhez ennek a gazembernek. Illetve mégis egy dolog. TV-székház ostroma megvan még? 2006-ban járunk. Túl vagyunk az öszödi beszéden. Hosszantartó békés tüntetés sorozat zajlik az országban. És egyszer csak jön valaki, aki a Kossuth térről átvezényeli az embereket a TV-székház elé. Ki ez a valaki? Torockai László. Mi történik ott? A TV-székházat védik Zalából és minden egyéb helyről oda vezényelt szőke, coffos, irodista rendőrlányok, illetve olyan rendőrök, akik semmiféle védőfelszereléssel nem rendelkeznek. Kivezényel rohamot a fegyvertelen védőfelszerelés nélküli rendőrök ellen? Azért kicsit elterelődött az alaptémáról a hangsúly, és van, mikor vannak rossz rendőrök, és ahogy látom, most a célnak megfelelően jó rendőrökről szól a narratíva, valószínűleg párhuzamos realitások vannak egy idősíkkal összekeveredve, vagy most miről is van szó? Torockai László. Kik vannak akkor ott a TV-székházat megrohamozó tömegben? A Gyurcsányék által beépített provokátorok. Kinek érdeke, hogy ott legalább egy rendőr halljon meg, és az egész békés tüntetés sorozatra rá lehessen sütni, hogy gyilkos rohadékok vannak az utcán? Gyurcsányéknak. Ki teszi meg azt a szívességet Gyurcsányéknak, hogy a TV-székház ostromát elrendeli? Torockai. Majd elegánsan el is tűnik. Mire volt jó a TV-székház ostroma? Hát arra mindenképpen legalább,
hogy lélektanilag a rendőröket olyan helyzetbe hozza, hogy aztán októberben szadistaként essenek a tüntetőknek. Mert bosszút akartak állni többek között a rendőr bajtásaikért. Bosszút akartak állni Gyurcsány és Tatorockai? Azért a történet alatt nagyon rezeg a léc. Szóval az a nagy kérdés, hogy Tatorockai László most a vagy magyar-e, avagy csak egy lumpenprolikat hergelő lumpenproli, de addig is, míg ezt majd megtudjuk, látogassanak el a Trianon Múzeumba, és nézzék meg azt a csodát. Akkor itten meg is állok a videóval, mert megérkeztünk egy olyan állomásra, amire azért kell reagálni. A leírásban található a videó linkje, hogy meg lehessen nézni az egész műsort azoknak, akik kíváncsiak rá. Na de akkor mondjam el az általam, és szerintem sokakban megfogalmazott gondolatokat erről a történetről. Alá akarom húzni, hogy se bal, se jobboldalinak nem érzem magam, csak hazafi vagyok, egyszerűen, így tekintsetek rám. Ezt csak az elején tisztázni szeretném. Nekem, mint magyarnak a magyarság a szívügyem, és más nemzetek nem érdekelnek, mert őket sem érdekeljük mi, csak ha érdekük vagy érdekeink azt kívánják. Akkor kezdjük is Baljer Zsolt lumpenprolizásával, hogy mit is jelent ez. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából idézek. A lumpenproletáriátus, zárójel, hazai rövidített alakban lumpen vagy lumpi, zárójel bezárva, marxista, pejoratív fogalom a tőkés társadalom perifériájára került, de klasszálodott, lezüllött, részben tartósan munkanélküli, részben bűnözői életmódot folytató, osztálytudattal nem rendelkező egyénekből állott társadalmi réteget jelenti. Szerintetek ide beleillik Tatorockai? Szerintem nem. A munkásmozgalom teoretikusai szerint fontos jellemzője a megvesztegethetőség, az erkölcsi ingatagság. Az osztályharcban mint réteg reakciós erőként jelenik meg. A marxizmus-leninizmus tanítása szerint a burzsoázia válsághelyzetekben egy demoralizált réteget megvásárolható eszközévé teszi, és felhasználja a munkásosztály forradalmainak leverésére. Így a lumpenproletáriátus az ellenforradalmak tömegbázisának fontos részét alkotja. Nekem úgy tűnik, mintha Baljer úr nagyon ügyesen megjátsza azt, hogy ő nem is az elit tagja, hanem egyszerű ember, vagyis mint csak a munkásosztály része lenne. De a tények más mutatnak. Tatorockai Lászlót lelumpenprolizni, vagyis aláhúzni, hogy ő semmiképpen nem tartozik az elithez, és nem is értelmiségi, mint ők, azért nem a legjobb választás volt a támadáshoz. Tatorockai Lászlót azért evel a lumpenprolizással nem lehet megvádolni semmiféleképpen. Ez egy nem is kicsit aljas húzás volt, és számomra meglepő is, mert többet vártam volna Baljer Zsolttól. És amúgy, hogy nincsen magyarságtudata, vagy egy perifériára került személy lenne Tatorockai, ez szerintem egy értelmetlen, hamis kijelentés. Az az igazság, hogy a mindennapi téma a migránsozás, és a közéletbe el van ültetve a gondolat, hogy jönnek a migránsok és elveszik a magyar emberek munkáját, és lám-lám, elveszik a munkánkat, nem tudnak beilleszkedni, és nincs mit Magyarországon keresniük. És mégis, ha valakinek valamilyen érdekei úgy kívánják, akkor vannak jó migránsok is? Mert azért mondjuk ki, ezek a vendégmunkások Magyarországon akarnak maradni, és ha így értelmezzük a dolgokat, akkor a kettős mérce nem csak Brüsszel fegyvere? A legdurvább az, hogy a nemzetünk panteonjában élnek a külföldi vendégmunkások, akik a nem messze lévő külföldi vállalat vegyüzemében dolgoznak, az indiai vendégmunkások egy amerikai cégnek, és itten hol van Magyarország nemzeti érdeke? Feltevődik a kérdés, hogy miért nem a hazai magyar emberek dolgoznak abban a gyárban? Talán az indiai emberek jobban alkalmazkodnak az európai kultúrához? Jobban lehet őket integrálni? Én nem nagyon hiszem ezt el. A legnagyobb problémát ottan látom, hogy a magyar munkások béremelkedésének a lehetősége nagyon beszűkül. Mert ha nem akar a magyar ember zseppénzért dolgozni, akkor jönnek a harmadik világból mások, és nem hogy a bevándorlóknak kell majd alkalmazkodniuk a munkapiachoz, hanem a magyaroknak a külföldi vendégmunkásokhoz, vagyis ha nem lesz itten valami komoly szándék megvédeni a magyarok érdekeit, akkor nagy baj lesz. Emellett, ha jól vagyok értesülve, 100-120 ezer vendégmunkás van már Magyarországon, ami azért lakosság arányosan nagyon nagy szám. És nem is ez lenne a legnagyobb probléma, de miért is külföldi cégeknek dolgoznak?
Így a kiáradott pénz nem csak a vendégmunkásokon keresztül távozik, hanem a külföldi cégeken keresztül is a haszon nagy része, és Magyarország csak apróval marad, és megemlíteném az állami támogatásokat is. A magyar termőföldet, infrastruktúrát, vizet és erőforrásokat használják, és még a munkások is külföldiek. A haszon nagyon nagy részét kiviszik, és akkor még csak a felszínt kapargatjuk. Magyarország a magyar kisiparosokat, a fölműveseket és a nagy magyar vállalatokat kellene védje, és előnyös helyzetbe hoznia az idegen multikkal szemben. Szerintem Torockai László tényfeltáró akciói rengeteg olyan dologra mutatnak rá, ahol nagyon nagy problémák vannak a rendszerben. És nem lehet úgy papolni dolgokról, hogy aztán, mikor nem lát senki, pont az ellenkezőjét tesszük. Az első a nemzeti, és a nemzet érdeke, és ideje lenne úgy is cselekedni, ahogy kell. Ennek a védelme érdekében, mert ha nem így lesz, akkor mi értelme a korrekt rendszert játszani? Ha úgy, mint a nyugat kijátsszuk az embargókat, Magyarország is szavak szintjén korrekt, de mikor valamilyen érdek úgy kívánja, akkor úgy kijátsza a saját nemzeti érdekeit mások érdekeiért? Ennyit akartam mondani, nem vagyok se jobb, se baloldali, csak egy hazafi. És a népem érdekeit előbbre tartom, bármilyen külső érdekkel szemben. Ezek az én személyes gondolataim, amelyekkel lehet egyetérteni, vagy nem. Itt az ideje az ébredésnek, ne járjunk becsukott szemekkel, és a láncokat dobjuk le magunkról, mert mi magyarok egy szabadság szerető nép vagyunk. Köszönöm a megtekintést, és ne felejtsétek el feliratkozni és lájkolni a videót. Ha érdekesnek találjátok a videót, akkor osszátok meg minél többször. A viszontlátásra. Sziasztok!